nincsen más, csak az ő érted szó, nem eladó volt már úgy, akiért minden jó, amiért lesz is még, ki veled él kárpótól, a szerepért nincs más hely, ez a jó. Énekeljük el közösen a hímnuszt.
Felkérem Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester asszonyt ünnepi beszédének elmondására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok, kedves gyerekek, Abonyváros önkormányzata nevében igen, tisztelettel és szeretettel köszöntöm valamennyiünket. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit a mai napon a Gyulai Gál Miklós általános iskola tanulói felelevenítik itt előttünk, így én ezt részletesen nem kívánom ismertetni, viszont köszönetemet fejezem ki a diákoknak és a felkészítő pedagógusoknak. Március 15-e nemzetünk egyik legkedvesebb, legszeretettebb ünnepe, hiszen kifejezi a nemzet egységét, identitását, magyarság iránti szeretetünket. És ez nem véletlen, hiszen a 19. század első felében kezdődött a magyarság öntudatának kifejeződése. És ez kezd mondható, az arra is indokolható, hogy a 17. század végére szabadult fel Magyarország a 150 éves török uralom alól, és ezután rögtön a Habsburgok uralma alá került. Magyarországon a középső részen az török uralom miatt elnéptelenedett részekre Mária Terézia szlávokat, német ajkúakat telepített, és elmondható volt, hogy az arisztokrácia gyakorlatilag a francia és a német nyelvet beszélte, az oktatásban pedig Mátyás király, sőt István király óta a latin volt a nyelv, és a hivatalnak a nyelve az országgyűlésben is a latin volt. És ekkorra, a 19. század elejére ért meg a magyarokban az az akarat, az önállóság iránti vágy, valamint a magyar nyelvnek a hivatalos nyelvé történő hitelesítése. Az 1844-es országgyűlésben idején mondták ki a törvényben, hogy a magyar nyelv a hivatalos nyelve az országnak, és ezt követően lett az oktatásban is a magyar nyelv az elfogadott. Ez összefügg azzal is, hogy a nyelvújítók a felvilágosodás korában Kazinciék a magyar nyelvet az irodalmi nyelvre hozták, és a Napóleon elleni háborúban a nemesség járta Európát, és össze tudta hasonlítani, hogy mennyire elmaradott a magyar nemzet, a magyar föld az európai társadalmakhoz képest. Ezt követően az 1820-as és 30-as években pedig a főnemesség, többek között Széchenyi, Veselényi járta Európát, és megállapították, hogy nagyon elmaradott a magyar föld, és ahhoz, hogy modernizálni lehessen a mezőgazdaságot, elengedhetetlen, hogy az ezer éves hagyományok, a feudális rend, a korábbi társadalmi rend megváltoztatásra kerüljön. Ez a változtatási igény, ez az érdekes, hogy a forradalmakban ugye alulról kezdeményezik a rend megváltoztatását, az elnyomott szegények. Itt Magyarországon a nemesség, a főnemesség kezdeményezte, hogy változtatás legyen. Nem forradalomban gondolkodtak, hanem alapvetően a törvényeknek a megváltoztatásával, hogy kimondják, hogy a jobbágyokat fel kell szabadítani, földhez kell juttatni, mindenkinek egyenlő joga van, a törvény előtt mindenki egyforma, és választójogot kell adni a parasztoknak is. Az, hogy nem forradalommal, hanem mint egy megreformálva a társadalmi rendet törvényekkel kívánták megváltoztatni a fennálló elnyomó rendszer, ezért is hívjuk reformkornak ezt az időszakot. Ez a magyar történelem során az egyik legdicsőbb, legszebb korszaka a magyarságnak, hiszen a magyar nyelv ekkor lett hivatalos nyelve az országnak, és a kezdeményezések, a reformtörvények mellett elmondhatjuk, hogy ekkor
kezdődött a Magyar Tudományos Akadémiának a megépítése, Széchenyi egyéb jövedelmét ajánlva fel, de ezt megelőzően az apja a Nemzeti Múzeumot hozta létre, az Országos Könyvtár kezdeményezése és az ő nevéhez fűződik, és ugyanerre az időszakra tehetjük az előbb eléneklett himnusznak a megírását Kölcsei által, valamint a szózatot is. Ezek mind olyan lelki töltetet adtak a magyaroknak, hogy egy jelentős változás kezdődött az országban, és azzal, hogy Európában számtalan helyen kitört a forradalom, ez átragadt márciusi ifjakra is, a pesti fiatalokra. És annak ellenére, hogy az 1848-as forradalom elbukott, és a szabadságharcot a Habsburgok csak a cári orosz seregek behívásával tudták magyarokat leverni, ennek ellenére elmondhatjuk, hogy a történelemnek legszebb időszakát élte át a magyarság. Másfél éven keresztül tartotta magát a honvédő háború, és a teljes itt élő nemzetség, nem csak a magyarok, hanem a kis népek is, más alkú népek is besegítették, hogy a szabadságharc győzedelmes legyen, de sajnos ez leverésre került. Legyünk büszkék a 19. századi ifjakra, nemesekre, magyarokra, gyakorlatilag a reformkorral, az 1848-as forradalommal és szabadságharccal, valamint a szabadságharc leverését követő ellenállás tette a magyar nemzetet újra egységessé, és alakult ki a mai magyar nemzetnek a magyarság tudata. Büszkék lehetünk rá, őrizzük emléküket, és most pedig hallgassuk meg a Gyulai Gál Miklós Általános Iskola növendékeinek műsorát. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Most kérem, fogadják szeretettel a Gyulai Gál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak műsorát. Közreműködik az iskola nagykórusa. Felkészítő tanárai Zelei Emőke és Rejk Anikó. Börtönből börtön. Kelj, magyar
láthassa a magyar. Kicsi az én szobám. Kicsi. De nem bört. Avagy virág vagy te. Légy virág. Légy igaz. Legyen lelked szabad. Legyen hangod igaz. Az ő ünnepségén. Koporsó tömlöcét, aki elkerülte. Most hazudkozó rukláncait ne tűrje. Eleve nem. Az én álmom sose legyen róla, az én tanyám magassága védje. Lelkem madár, tárgyek lakója, noha mindig visszajár fészkébe. Kokárda, nemzeti dal, Tilmax kávéház, Petőfi Jókai, Hasvári, Langerer nyomdája, 12 pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum. Ezekről a szavakról nekünk, magyaroknak ugyanaz a nap jut eszünkbe. 1848. március 15. Egy nap, amikor néhány fiatal elindította azt a lavinát, mely még ugyanezen a napon megváltoztatta népünk életét. Vér nélkül győzött a magyar forradalom. És ez a forradalom, ami a feudális rendszer megdöntését, egy új társadalmi politikai viszonyokba való átlépést illeti, nem bukott el, győztes maradt. És ez a polgári nemzeti átalakulás a magyar történelem egyik legnagyobb fordulópontja. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány a szépség gazdag kevelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Kaszpi-tenger habjain is túl. És trónasága, mintha a föld végét keresné, olyan messze, messze nyúl. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekben újra kősziklákat lát. Nagy tetteidet, bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegé a föld kirántott kardunk, mint a villámot élje a gyerek. Thank you.
szabadságharc története 1848. szeptemberétől elsősorban egy háború története, melynek sorsa nem a napi politika tűzőterein dölt el, hanem a csatatereken, ahol az utolsó székely bakaszonyán több volt, mint a leghatásosabb országgyűlési szónoklaton. A szabadságharcot csak a nemzet önérzetének és az elért vívmányoknak feláldozásával kerülhetjük volna el. Bécs ugyanis az európai forradalmi hullám visszahúzódta láttán egyáltalán nem óhajtott egyezkedni. Augusztusban elérkezettnek látta az időt, hogy a történelmi jelentőségű magyar vívmányokat is visszafelelje. Elhatározták, hogy a törvényes magyar kormány erővel is megbuktatják, és a március előtti állapotokat visszaállítják. A horvát-magyar határon már ott állt seregében a méltóságaiban megerősített Jelasics altábornagy, horvát, szlavon és dalmátországok bánja, az udvar kedvence és bizalmi embere, hogy a szükséges karatalmi erőt szolgáltassa, a tervek szerint akadálytalanul besételje az ország fővárosába és helyreállítsa a rendet. A Kárpátoktól le az Aldunáig egy bőszüvöltés, egy vad zivatar. Szétszórt hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar. Ha nem születtem volna is magyarnak, e néphez állanék ezennel én. Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb minden népek közt a föld kerekén. Szegény, szegény nép, árva nemzetemnek. Mit védettél, hogy így elhagytanak? Hogy Isten, ördög, minden ellened van, és életed pályán pusztítanak. Dühös kezekkel kitépik leginkább gazul, őrülten a zöld ágakat. Azok, kik eddig Efa árnyékában pihentek hosszú századok alatt. Föl, nemzetem, föl! Jussanak eszedbe világfordító híres őseink. Egy ezredén néz ránk ítélő szemmel, Attillától egész Rákócziig. Ha milyen múlt, ha csak fél akkorák is leszünk, mint voltak el nagy ősapák, el fogja lepni árnyékunk a sárba és vérbe fújt ellenség táborát. Szeptemberben tábornokká léptették elő. Mikor Vetter Antal márciusban váratlanul megbetegedett, Görgei lett a magyar hadsereg főparancsnoka. A tavaszi hadjáratban az általa vezetett csapatok fél tucat csatában, 60-nál, Tápióbicskénél, Isaszegnél, Vácnál, Nagysallónál is legyőzték a császári haderőt,
majd május 21-én sikeresen bevették Budavárát. Hajnau és Paszkiewicz herceg intervenciós erőinek együttes támadása azonban az ő sorsát is megpecsételte, ráadásul Komárom mellett súlyos felsérülést szenvedett. 1849. július 3-án kedden reggel két orvos hajolt Komárom városában egy sebesült katona fölé. A gránátrepesz csúfmunkát végzett. Jó 12-15 cm hosszan, szervén átszakította a koponyatető csontját, és az orvosok a hatalmas sembe betekintve láthatták, hogyan emelkedik az áldozat agyveleje. Tudták, hogy nem akárki a sebesült, és hogy abban a lomhán lüktető agyvelőben a szabadságharc katonai történetének sorsdöntő tapasztalatai lakoznak, termelni szúnyadnak. Amúgy a katona újra meg újra magához tért ájulásából, az járhatott a fejében, hogy előző délben, mikor a kirobbanó csata hírére abba hagyta a minisztériumhoz címzett, közömény szerint Kossuth Lajoshoz szóló levelét, ezekkel a szavakkal búcsúzott. Majd este folytatjuk, bár talán nem is lesz szüksége. Így sebesülten hajtotta végre másodszor is a bravúros manővert, amivel 1848-49 telén túljárt a császáriak eszén. Az áldozat ezúttal első Miklós, négyszeres túlerő képviselő hadserege volt, mely tehetetlenül próbálta elcsípni Görgeit a felvidék bércei között. A cár 1849 nyarán valósággal örjönkbe követelte tábornokaitól, hogy leckésztessék meg a Pimasz katonát. Amikor Kossuth lemondott minden tisztségéről, Görgeit ruházta fel teljhatalommal, aki tábornokaival egyetértésben augusztus 13-án Világosnál letette a fegyvert. Paszkiewicz orosz hercegnek adta meg magát, ez pedig meghatározta sorsát, életét érték. A Bitófa helyett Klagenfurti őrizetbe került, és hamarosan az elbukott háború első számú bűnbakja lett, aminek elviseléséhez hatalmas lelki erőre volt szüksége. Görgei Artúrt ugyanis igen hosszú élettel áldotta meg a sors. 67 évvel élte ki a szabadságharcot. 1916-ban, 98 esztendős korában hunyt el. Mátyás király és Bethlen Gábor óta ilyen tehetségű magyar hadvezért nem láttak a csapaterek. Lement a nap, de csillagok nem jöttenek. Sötét az ég. Közels távolban semmi fény nincs, csak négy csillában csonszerán a ég. Szép csillag, ahol szeretett. Gyönyörűségesen ragyog. Szegény hazám te, neked kevés van ilyen csillagot. Hazám, dicső nagy ősei, ti földet rázó viharok, ti egykoron a porba omlott Európa homlokán tomboltatok. Ó, nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma, birtoka. Magyar tenger vizillant ment el észak, kelet s délhulló csillaga. Csak hogy rég volt, midő magyar fejekre termett a babaért. A képzelet sebes szárnyosas, elfáradt mégis, mire odaér. Oly rég elhárgott a babér a magyaroknak homlokán. Hazám, oly rég voltál te nagy, hogy nagyságot híde csak mese talán. Már rég nem sírtam, s íme most pillában egy könnyen kezed. Magyar nép, vajon hajnalodnak, vagy alkonyodnak harmad csepp jelz? Magyar dicsőség, mi falál? Hulló csillag, mely tündökölt, aztán lehullott a magasból, és mindörökre elnyeli a föld. Vagy üstökös vagy, ó magyar dicsőség, mely jött, s távozik, hogy századok múltával újra lássák fényét a népet, s rettegjék.
kedvünkről letiltották, leszaggatták a három szív. Kedvünkről beljebb vándorolt, befogadták a szíveink. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, míg zöld el a rétfüve, lesz jel. Eszünkbe juttatunk, hogy hitünk hol van, hol hazánk, hogy hova, kihez tartozunk, s kéj a föld, hol elsüllyed a koporsónk, ha meghalunk. Hogy az életünk sivatag, hogy vérzemáltott kép a táj, s a testnek a letépett a utána sír, utána fáj. Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, míg zöld el a rétfüve, míg lesz magyar szív dobbanó, a keblünkről letilthatják, letéphetik a három szint. Keblünkről beljebb vándorol, befogadják a szíveink. E három szín után fog szívünk sikoltva égni, vérzeni, ki mindenünnel leszaggatta. Jöjjön, és onnan tépje ki. A Gyulai Gál Miklós általános iskola tanulóinak és felkészítő tanároknak az ünnepi műsort. Az ünnepség további részében kérem koszorúzzuk meg együtt a Kultúraháza Kossuth tér felüli falán elhelyezett emléktáblákat. Megkérem a koszorúzókat, hogy a múzeumbaráti körzászlaját követve a következő sorrendben helyezzék el koszorúikat. Abonyváros önkormányzata. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Múzeum Baráti Kör. Iskolák, óvodák. Pártok abonyi szervezeteit.